Sziasztok, én Peti vagyok, és ez itt az LHF. Ebben a videóban megmutatom, hogyan szereztem meg az Awaken the Gazebo nevű achievementet. A leírás szerint Buriden bekapáncsolja egy fegyvert az első körben, anélkül, hogy használnád a bankot vagy a fegyvertárolót. Nos, ahhoz, hogy ez sikerüljön, egy kis szerencsére van szükségünk, ugyanis a Mystery Boxból meg kell szereznünk a Time Bombot az első körben. Kétszer tudunk pörgetni a Mystery Boxból, anélkül, hogy véget vetnénk az első körnek. Ha sikerül megszerezni az időbombát, tegyük le, hogy majd ide térjünk vissza az első hullámhoz, miután kinyitottuk az egész pályát. Az óriás segítségével kell a barikádokat széttörnünk, illetve a pénzünkkel ki kell nyitni számos ajtót. Miután kinyitottuk a pályát, visszatérhetünk az első körbe az időbomba segítségével, és észrevehetjük, a kinyitott ajtók és eltüntetett barikádok nyitva maradtak. Most már csak 5000 pontra van szükségünk, hogy bekapancsolhassunk. Ezt a fegyverkovács boltjában található fegyverkrétákkal gyűjtetjük össze. Ugyanis 5 darab kréta rajzot találtunk bent, amely egy-egy különböző fegyvert ábrázolnak. A pályán a falakon található kérdőjelek helyére ezeket felrajzolhatjuk 1000 pontért. Az utolsó felrajzolásáért 2000 pontot kapunk, így több, mint 6000 pontunk lesz, szóval 1000 pontért megvettem a PDW-t, hogy le tudjam győzni a boszorkányokat a kastélyban. Miután átjutottam a kastélyon, már csak a labirintuson kellett átmennem és bekapancsolnom a fegyveremet, így feloldva a teljesítményt. Következő videóban pedig megnézzük, meddig tudok túlélni ezen a pályán, most, hogy már ennyi mindent tudok erről a pályáról.